Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! A Sportbarát 303. kiadását láthatják a Digitál 3 televízióban. Változások voltak a Székelyudvarhelyi SK futsal csapatánál a nyáron. A bronzérem megszerzése után több tárgyalás, egyezkedés is volt a csapat jövőjéről. Ami talán a legfontosabb volt, és ami történt, hogy edzőváltás lett az SK-nál. Jakab Zoltán távozott, helyére pedig a csapat egykori játékosát, Albert Istvánt nevezte ki a vezetőség. Néhány játékos szintén távozott az SK-tól, de van egy igen fontos visszatérő is az együtteshez, ugyanis Szőcs László két évnyi marosvásárhelyi kitérő után tért vissza az SK-hoz. A esti sportbarát vendégei, tehát hamarosan Albert István, a csapat új edzője, és Szőcs László, a csapat régi új játékosa. A Sportbarát ma esti vendégei, tehát Albert István, a Székelyudvarhelyi SK új edzője, és Szőcs László, az egyik visszatérő játékos. Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét. Hát Albert Istvánt még a Hargita labdarúgó csapatából ismertük meg valamikor itt a 90-es években, akkor lett ismert játékos, később a Budvárban, a Budvár FC-ben játszott éveket, majd a futsal csapat tagja lett. Elég hosszú a karriered, hogyan foglalnád össze néhány szóval, István? Tehát honnan és hová? 92-ben kerültem be a nagycsapatba, 12-es koromban, tehát 17 évesen, a Hargita csapatában, ahol 98-ig voltam, tehát harmadosztályos szinten játszottam addig. Akkor megalapult a Budvár FC, és 98 telén átmentem a megyei szakaszába, tehát akkor még a megyei szakaszban volt a csapat, és nyáron játszottuk az osztályzót. 98 nyarán. Így van, tehát 98-tól voltam udvárjátékos 2002-ig, és akkor kerültem a Székelyudvarhelyi Sportklub keretébe velem. 2002-től 2005-ig sportklub játékos voltam, és akkor sajnos egy sajnálatos baleset sérülés által kerültem a keretből. De annak ellenére a csapat színében tovább folytattam a tevékenységet, mint másodedző, és mint, majd később, mint vezető is. Uh-huh. Melyik volt neked a legmeghatározóbb élményed a karriered, az eddigi karriered alatt, tehát a játékos karriered alatt? Tehát ezt az élményt két felé szakítanám, tehát nincs olyan, hogy egy. A nagy Igen, a nagy, tehát hogyha ki kell emelni, akkor egyet kiemelnék a nagypályás élményeim közül, és egyet a futszálos élményeim közül. A nagypályások közül a Kömpulungi osztályzót, amikor feljutott a csapat. Igen, amikor az első csapatot 4-0-ra vertétek, és gólt is lőttél azon a meccsen. Az első két gólt én szereztem, ez nagyon meghatározó volt számomra, tehát nagyon jó érzés volt, és a futszálban természetesen, amikor aranyérmes lett a csapat, és abból az aranyéremből kivettem a részemet, mint játékos, tehát végigjátszottam a meccseket első perctől, mármint nem a meccseket, hanem magát a bajnokságot, az első bajnokitől az utolsóig ott voltam a keretben. Ez 2004-2005-ben volt, amikor bajnok lett a csapat, és a döntőnek beillő utolsó előtti fordulóban, a Diva elleni mérkőzésen szintén lőttél gólt. Az utolsót lőttem azon a... Hogyha jól emlékszem, akkor jól emlékszem ezek szerint. Na most, amióta befejezted ugye magát a játékos karriert, mondjuk még játszol a mini fociban, ugye a városi kis pályás bajnokság, meg ott is nyertél bajnoki címet, ha jól emlékszem. Ott is van három bajnoki címünk, de hát ez már teljesen más szint, ez már teljesen amatőr, ez már szórakozásról szól és szabadidő eltöltéséről. Viszont edzőként kezdtél dolgozni utána. Tehát milyen gyerekcsoportokkal foglalkozol? Tehát 2000, mikor ugye lesérültem, nem tudtam folytatni a karrieremet, akkor jött egy ilyen ötlet, hogy miért nem próbáljuk meg a gyerekekkel. És ezelőtt 6 évvel nekifogtam egy 2000-es korosztálynak, akkor ők még kicsik voltak, 6 évesek, most már 12 évesek, és 6 éve dolgozom velük. És a tavaly elindítottam még egy 2006-os korcsoportot is. Ezek mind a Székelyudvarhelyi Futballklub keretén belül történik ez a dolog. Tehát két csapatom van, a 2000-es korosztály és a 2006-os jelen pillanatban. Velük megint azt tudom mondani, hogy van egy kellemes emlékem, amikor ezelőtt 3 évvel kijuttunk az országos döntőbe. 2000-es korcsoporttal az ország legjobb 8 csapata közé kerültünk. Uh-huh.
Szűcs László évekig meghatározó tagja volt az SK-nak, ugye hát a román teremlabdarúgó válogatottnak is ugye stabil tagja voltál, illetve vagy. 2 évvel igazoltál Marosvásárhelyre, most vissza az SK-hoz. Mi volt ennek az oka? Most inkább a visszajövésre vagyok kíváncsi, majd utána beszélgetünk arról is, hogy milyen volt maga a vásárhelyi periódus. Hát leginkább a legfőbb oka az volt, hogy nem igazán működött ez a vásárhelyi csapat az utóbbi fél évben. Problémák voltak nagyon sok. Ezt hogy értsem, hogy nem voltak edzések például? Vagy nem. Fizetést nem kaptatok rendszeresen? Vagy? Fizetés, késések, felét adták ki csak. Tehát 20-25 napos csúszások voltak sokszor a fizetésekbe. Vacsorákat visszavették, tehát szinte 10 millió lejtel kellett költsünk havonta csak arra, hogy a kaját magunknak megteremtsük. Te fent is laktál Marosvásárhelyen, vagy úgy jöttél meg, vagy hogy volt ez megoldva az elmúlt általában két évben? Hétfőtől péntekig mindig fenn voltam, és hétvégén mindig szabad volt, tehát a meccsek örökké pénteken vagy kedden voltak, és általában hétvégén itthon voltam. Na most akkor tulajdonképpen az SK-nál te inkább érzel ilyen stabilitást, mint ami Vásárhelyen volt? Tehát úgy érzed, hogy mert ott végig is a román válogatott van összeszedve, hogyha úgy vesszük. Ugyanez a garitúra volt régebb Déván is, hogy annyira már nem stabil az anyagi helyzet a Marosvásárhelyi Citiusnál, hogy... Tehát annyit tudni kell, hogy a Marosvásárhelyi Citiusnál 900 ezer euró költségvetés volt, de én úgy gondolom, tehát nem gondolom, hanem tudom, hogy abból mi nem kötöttünk el 200 ezeret. A pénzeket általában a tanácstól mindig átutolták, de mi azt sokszor nem kaptuk meg. Tehát most is úgy jöttem el, hogy tartoztak szinte 6000 euróval. Hát jó Isten, ez nagyon sok pénz. Nagyon sok. A tavaly előtt is elmaradtak, vagy 3-4 ezerre. Tehát... Hát akkor ezek szerint ott sem minden, ott sem kolbászból van a kerítés Marosvásárhelyen. Az ember azt gondolná ugye, hogy ott tényleg a legjobb futsaljátékosai vannak az országnak, és hogy ott az a csapat tényleg működik. Tehát lazán nyeri a bajnokságot évek óta. Tehát szerintem ez azért működik, mert nincsen más csapat most jelen pillanatban, hova elmenni. A másik dolog, hogy azt is tudni kell, hogy egy évben 9 hónapot kaptunk fizetést. Tehát én mikor megegyeztem Vásárhelyen, akkor 12 hónapban egyeztem meg. És mikor jött a vakáció decemberben, akkor jelentették be, hogy vakációban nincsen pénz. Tehát csak akkor, amikor aktív a csapat, tehát amikor igen, szünet mikor, van, nyári mikor szünet, van, akkor nem kaptál akkor fizetést, nem fizetnek. Hát érdekes ez is. De most hát mondhatnám azt is, hogy te 2 bronzéremről lemaradtál, amit az SK a távol létedben nyert, viszont nyertél 2 aranyérmet nyilván a Marosvásárhelyi csapattal mindkét szezonban ugye stabil tagja voltál az együttesnek. Ezeket a pénzügyi dolgokat leszámítva, szakmailag milyen volt ez a 2 év? Tehát itt gondolok az edzésekre, a meccsekre, a válogatott mérkőzésekre. Hát szakmailag elég rosszul kezdődött ez a 2 év, amikor oda kerültem Vásárhelyre. Egy fél évig egy súlyos sérülés hátráltatott a munkába, és kemény munkával tudtam csak helyrehozni ezt, egy ilyen hasfalú húzódás volt. Tehát fél évig nem tudtam még labdába serülni, nemhogy focizni. Január elején kezdtem úgy helyrejönni, hogy már tudtam labdába rendesen belérugtam, már tudtam rendesen mozogni, focizni. Ez 2011-ben volt, így tehát hogy a tavaly még. Igen. Na most akkor hogyan sikerült beilleszkedni a csapatban? Végülis ezeket a srácokat mind ismertette már a válogatottból, tehát hogy a Matej testvéreket, vagy Luput, vagy ezeket, a Germánt, tehát hogy mindenki ismerős volt. Így van, mindenkit ismertem, már azelőtt sokat találkoztunk. A beilleszkedés nagyon jól sikerült, sőt elmondom, hogy 2 román gyerekkel laktam végig fent Vásárhelyen, akikkel nagyon jól megértettük egymást, és nagyon jó volt minden. Tehát az első év nagyon jó volt, és még utána is, még 2-3 hónap jól működött, utána már jöttek a problémák. Tehát most már, amikor megnyertétek a tavasszal, ugye, az újabb bajnoki címet, akkor már nem működött rendesen. Akkor már sok probléma volt, sok veszekedés, csapaton belül, tehát sok herce utca ment. Mit gondolsz, hogy ez oda fog vezetni, hogy esetleg ez a csapat szét fog hullni, és akkor ezek a játékosok ismét egy másik városban találják magukat? Hát lehet szerintem, belőle? Amíg megteremtik a fizetéseket, addig ez még működni fog, mert nincsen konkurencia, nincsen más csapat, ahova el tudjanak menni ezek a játékosok. És úgy gondolom, hogy
1500 euró, 1000 eurói 8 hónapig azért maradnak, tehát nem mennek más csapatokhoz. Érthető. Térjünk rá akkor arra, hogy ugye jelenleg az SK felkészülési periódusban van. Mennyi edzések készültök? Milyen intenzitással? Heti 5 edzéssel készülünk a bajnokságra. Ez az első másfél hét úgymond inkább fizikális, vagy erőgyakorlatok, és aztán lassan kezdjük a labda taktikai dolgokat. Most alakul ki a keret, vannak még hiányzók, úgyhogy nem tudtunk még rendesen labdával gyakorlatokat. Ez úgy, hogy mindenki ott legyen. Apropó a keret. István, azt tudjuk, hogy távoztak néhányan az együttestől, illetve hát Szőcs Lacin kívül még lesznek új játékosok a csapatban. Lesznek. Erről beszéljünk már egy picit, hogy már vannak is. Már vannak hogy, is. Hogy azért távoztak eléggé meghatározó játékosok, hiszen ugye Csoma Ferenc, ő Sepsiszentgyörgyre szerződött, ahol továbbra is Jakab Zoltán keze alatt fog dolgozni. Illetve például Mihály Zoltán, úgy tudom, hogy abba hagyta a terepadarúgást. Amiket én is tudok Mihály Zoltánról, az, hogy abba hagyta teljesen a labdarúgást. Volt egy beszélgetés a Molnár Miklóssal, a klub alelnökével, és Miklós után beszélek, én ugye nem beszéltem személyesen Zolival. Abba hagyta teljesen, elköltöztek Ágotára a családdal, és azt mondta, hogy ha meggondolja magát, bármiféle okból, vagy... Akkor bármilyen... újra aktiválódik. Igen, akkor... Hát azért mindig hasznos és stabil tagja volt az SK-t választom, és természetesen, hogy ez egy érvágás nekünk azért. Uh-huh. Hogy vesszük, elment, tehát volt még Bajkó Barna csapatnál, akivel első pillanatban megegyeztünk, viszont olyan munkakört kapott Csíkszeredába a gyerekcsapat és a megyeibe fotballozik, hogy az új vezetőségtől, hogy utólag szólt, hogy nem tudja vállalni, mert nem fér bele az idejébe. Doltea? Doltea, ő még nem volt edzésem, mert szabadságon volt, viszont vele volt beszélgetésem, vele már személyesen is beszélgettem, és azt mondta, hogy természetesen vállalja, és szeretné is csinálni. Uh-huh. Úgyhogy heti egy vagy két edzése és meccsekre tudna jönni. Mindenképpen tudna jönni. Na most volt itt néhány olyan fiatal játékos az elmúlt két évben is a keretben, akik nagyon sok lehetőséget nem kaptak, olyankor kaptak inkább lehetőséget, amikor hát könnyebb volt egy mérkőzés, amikor könnyebb volt egy ellenfél. Nyilván egy Marosvásárhely ellen, egy Sepsiszentgyörgy ellen, tehát a nehéz mérkőzéseken ezeket a 18-19-20 éves fiúkat nem mindig tudta bedobni Jakab Zoltán a mélyvízbe, mert ugye tapasztalatlanok voltak. Hát gondolok itt most Jakab Tamásra, képíróra, Bíró Attila, ő még aránylag azért elég kapott, sokat igen. szerepelt. Dacár annak, hogy ő a legfiatalabb, ha jól tudom, a csapatból. Na most velük mi lesz? Tehát akkor most több szerepet fognak kapni ebben az idényben? Hát a szándékaink között ez áll. Aztán majd a sors elhozza, hogy ki hogy dolgozik edzésen, mennyi edzésen vesz részt, milyen lesz a csapat célkitűzése a végre, amikor kialakul a teljes keret, és az ők hozzáállásuktól függ persze természetesen. Tehát én szeretném megadni nekik minél több lehetőséget. Uh-huh. Az újonnan jöttekről még azt elmondanám, hogy a csapat színeiben van most már Csiki Dénes is megint. Igen, neki volt egy periódusa, igen. Így van, és beszélgetésünk volt Miklós Sándorral, aminek én nagyon örülök. Ő az Infopressnél volt ugye idáig. Igen, tehát a másodosztályú futszál csapatban játszik. Annak idén ő az SK-val volt bajnok is volt. És vele beszélgetve azt mondta, hogy az Infopressnél a vezetőség nem gördít semmi akadályt az ő átigazolása elé, csak vele kell megegyezni személyesen, és ott tartunk, hogy hétfőn majd lesz még egy beszélgetésünk. Tehát ő elmondta, hogy mik a elképzelései. Nekünk mik az elképzelései, és hallám, mit lehet összehozni belőle hétfőn. Uh-huh. Tehát ezt akkor egy hét múlva akkor lehet, hogy igen. Ismét lesz egy régi új játékosunk, ugye Szőcs Laci után, hogy akkor még egy aki egyébként szintén ugye nagyon stabil csapattag volt akkor, hát abban 2003-2004-2005-ös periódusban azért úgy nagyon ott volt persze. Miklós Sanyi is. Bajnokságban hány csapat lesz, illetve milyen esélyeink vannak, Laci? Hát ezt tudjuk-e már biztosan, vagy ő mindig nem? Még nem 100%-os, most lesz csütörtökön a sorsolás. Én úgy hallottam, olyan híreket hallottam, hogy 12 csapattól szeretnék indítani. Jelenkezett Krajova is Kiázsna megint, de viszont ma hallottam, hogy egyik se akar indulni a bajnokságba, tehát 10 csapattól fog indulni a bajnokság. Vagy 11, mert fogsam még. Az is kérdés. Az anyagi gondok lépednek. De most
Mikor kezdődik meg? A menetrend az ugye meg lesz csütörtökön, de úgy még mennyi... Tehát már megvan, hogy szeptember 16-án kezdődik. Tehát az már megvan, tehát hogy meg annyi felkészülési időszakban. Mikor kivél, igen. Itt említetted, hogy fogsán a pénzügyi helyzet, anyagi gondok, nálunk mi a helyzet? Ugye a tavaly előtt is azért végig voltak gondok, végül mindig valahogy a végén rendeződtek a dolgok, viszont azért nem volt könnyű Jakab Zoltánnak olyan körülmények között dolgozni, meg a csapatnak se nyilván, amíg a tavaly előtt voltak. Ezzel most mi a helyzet? Amíg nincsen meg a biztos háttér, addig nehéz dolgozni emberek. És most meg lesz. Tehát én azt tudom mondani, hogy amikor én elvállaltam ezt a dolgot, akkor azt mondták, hogy decemberig az anyagi háttér biztosítva van. Tovább, hogy lesz, arra is voltak már, vannak elképzelések, de azt gondolom, most nem kell. Tehát én a földön szeretek járni, és azt mondtam akkor is, hogy tovább nem érdekel. Arról beszélünk, érdekel, ami van, aztán ami, van, ami lesz, van. Azt még nyilván, hogy nem tudjuk. Igen, tehát decemberig az volt, amit mondtak, tehát hogy megvan. Tehát az biztos, hogy a csapat elindul a bajnokságban, de aztán majd közben meglátjuk. Igen. Laci, a hazai futszál, ugye, hát ez most egy kicsikét mélyrepülésben van, ahhoz képest, ami volt ezelőtt, úgy 3-4 évvel, tehát hogy milyen szinten állt a román válogatottnak a csapata, milyen szinten álltak a belföldi bajnokságban ugye a klubcsapataink, tehát hogy azért nem 2-3 együttesről beszélgethettünk, nem 2-3 harcoltak a bajnoki címért, hanem sokan. Mit gondolsz, hogy maga a teremlabdarúgás ez fog fejlődni, vagy inkább még jobban visszafele megy? Inkább az amatőrizmus irányába fog elmozdulni? Hát én úgy látom, hogy inkább visszafelé fejlődik ez a dolog. Szerintem a federációnál is nagyon hibások az emberek. Nem állnak úgy oda a dolgokhoz. Mennyire már nem érdekes számukra ezek szerint, mint 4 éve például? Tehát vegyük alapul, hogy a román válogatott 8 éve ugyanazokból az emberekből áll. Tehát ezelőtt 5 éve volt 8-9 profi csapat, amelyik tényleg harcolt a bajnoki címért, most van 1. Tehát, hogy úgy vesztük, akkor... Hát, amelyik tényleg amelyik profi, tényleg profi, szó, profi szoros értelmű, az csak a Marosvásárhely. Így van. Tehát nem látom nagy kilétét, hogy fejlődjön mostanság ez a román futszál, de reméljük, hogy valamit tesznek ez érdekében, hogy kicsit megerősödjön. Tehát te egyelőre akkor úgy látod, hogy udvarhelyen most így a legstabilabb játszani ezek szerint? Tehát hogyha hazaszerződtél Vásárhelyről, akkor... Hát én kaptam egy olyan ajánlatot, amelyik úgy éreztem, hogy megéri, tehát rosszul nem jártam, hogyha... Ha betartják. Nyilván, hogyha nem az lesz, mint Marosvásárhelyen, hogy megegyeztél egy dologba, és aztán sajnos más lett belőle. Hát fiúk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok nektek az új bajnokságban, meg hát nyilván, hogy Lacinak ahhoz is, hogy a válogatottba is hívják be néhányszor. Habár eljött ugye a Marosvásárhelyi válogatott csapattól, de hát azért reméljük, hogy amikor válogatott összetartáson, akkor ő is a keretnek a tagja lesz. Köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönjük, köszönjük a meghívást! Műsorunk végén akkor elmondanám azt még, hogy milyen fontosabb sportesemények történtek, ami a székelyudvarhely szempontjából fontos volt az elmúlt hétvégén. Hát elsősorban az, hogy a kézilabda csapatunk a hétvégén egy rangos tornán vett részt, a tatabányai Grundfos kupán 3. lett az SKC. A dán Bjerringbo Silkeborggal kezdett a csapat és 30-27-re vereséget szenvedett. A második meccsen az MKB Veszprém volt az ellenfél, csapatunk 41-29-re kapott ki. A harmadik helyet sikerült megfogni az SKC-nak, az utolsó mérkőzésen ugyanis 31-30-ra sikerült legyőzni a házigazda Tatabányát, a tornát egyébként a Veszprém nyerte. Az SKC e hétvégén hazai pályán rendez 4-es felkészülési tornát, az ellenfelek Kolozsvár, Báku, illetve Szucsiává lesznek. Csapatunk pénteken, augusztus 31-én kezd 19 órától Kolozsvár ellen, szombaton szintén 19 órától Vákó lesz az ellenfél, vasárnap délben pedig Szucsiávával játszunk. Szeptember 15-én megkezdődik az Európa Kupa az SKC számára, ellenfelünkhöz a ciprusi European University Cyprushoz Nikosziába utazik Vlatkába együttese.
Egyébként a bérletek már fogynak, a Merkúzi üzletház lottózójában lehet ezeket megvenni, 2 szombatig 9 és 15 óra között, akár csak tavaly a felnőtteknek 900, diákoknak és nyugdíjasoknak 70 lejbe kerülnek. A régi bérlet tulajdonosok részére elővásárlási lehetőséget biztosítanak holnapig, tehát augusztus 28-áig, de nyilván ezek a régi bérlet tulajdonosok fel kell mutassák a régi belépőt, nyugdíjasoknak és a diákoknak pedig igazolni kell a helyszínen nyugdíjszelvénnyel vagy ellenőrzővel, hogy valóban jogosultak a kedvezményre. Ugye, mint tudjuk, a bérletváltással ülőhelyet választhat a tulajdonos, tehát az egész bajnokságban, hazai mérkőzéseken egy székről tudja végignézni, az adott helyről tudja végignézni a sportcsarnokban. Ugyanakkor a Nemzeti Liga hazai találkozói mellett a bérlet erre a már említett szeptemberi Európa Kupa mérkőzésre is belépési jogosultságot ad, tehát a hazai mérkőzésre, viszont amennyiben tovább jut az SKC az Európa Kupára, az Európa Kupában a további összecsapásokra már nem lehet ezzel a bérlettel bemenni. Továbbra is kapható a Párizs és Bécs között című sportkiadványunk, ami ugye a labdarúgó Európa bajnokságokat mutatja be, a székelyudvarhelyi könyvesboltokban juthatnak hozzá ehhez a kis füzetkéhez. Egy következő hasonló jellegű munka pedig a székelyudvarhelyi kispályás labdarúgás története lesz, a mi foci bajnokság majd 40 éves történetét próbáljuk majd bemutatni. Arra kérem azokat a nézőinket, akik a mini foci bajnoksággal kapcsolatosan rendelkeznek régi fotókkal, érmekkel, újságcikkekkel, hogy keressenek fel hétköznapokon a délelőtti órákban az udvarhelyi hírportál szerkesztőségében a Gábor Áron utca 18 szám alatt, vagy pedig írjanak a zkatonakukac.uh.ro címre. Kedves nézőink, ez volt tehát a legújabb kiadása a Sportbarátnak, a 303. adás. Én megköszönöm a figyelmüket, további kellemes tévénézést, viszontlátásra! Thank you.